Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai vendégem Vizi László Tamás, a Magyarság Kutató Intézet tudományos főigazgató helyettese, a Történeti Kutatóközpont vezetője, a Kodolányi János Egyetem oktatási rektor helyettese, főiskolai tanár. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Szervusz, és történész természetesen. A beszélgetésünk apropója pedig, hogy az augusztus 20-a nem nyelvbotlás részemről, ugye augusztus 20-án az állami kitüntetések átadása elmaradt, így aztán Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere most adta át azokat az elismeréseket, amelyeket már ideje korán odaítélt a szaktárca, és a Magyar Érdemben Tiszti Kereszt polgári tagozata elismerést vehette át. Ezúton is gratulálok minden székesférre és mindannyiunk nevében. Nagyon szépen köszönöm. Jó helyre került. Hát egy emberi öltönyi távlatról kéne beszélgetnünk, a történész pályafutásodról, hiszen nagyon sok mindent mondtam itt az elején, és azt hiszem, hogy a tekintve, hogy a trianoni centenáriumi emlékbizottság elnöke is vagy, adná magát, hogy a trianoni 100 éves évforduló, a nemzeti sorstragédiánk évszázados évfordulójáról essék szó, amit a vezetéseddel egy nagyon komoly szakmai csapat dolgozott fel, és mi is részt vettünk ebben, és azt hiszem, hogy a lehető legjobbkor történt, hogy egy kicsit még észbe kapjunk, ha úgy tetszik, mi köznapi emberek. De azért egy kicsit menjünk vissza a múltba, Evezz a mélyre címszó alatt, és egy kicsit beszélgessünk a pályafutásod indítatásairól. Nekem mindig is érdekelt a történelem. Tehát az része volt az életemnek, része volt azért, mert a családban ez mindig téma volt, része volt azért, mert a nagyszüleim, a szüleim azért mindig beszéltek róla. Kiváló történelemtanáraim voltak az általános iskolában is, a gimnáziumban is, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem is volt kérdés, hogy milyen irányba orientálódok. És hát a másik, hogy egy kiváló történészt ismertem meg egészen fiatalon, aki hát később mondhatja azt is, hogy apai jó barátságba kerültünk. Ő Veres D. Csaba volt, akinek a munkássága, az a szemlélet, az a tudományos orientálódás, amit gyakorlatilag képviselt, ez alapvetően határozta meg az életem korai időszakát. És azt is kell, hogy mondjam, hogy szinte copyrightozom azt, amit ő csinál a szó jó értelmében, hiszen Csaba is az a fajta történész volt, akit rengeteg dolog érdekelt. Tehát nem csak egy pici, rövid, apró szelete a történelemnek, hanem valójában minden. De ezt gondolom abból is eredhet, hogy ő is, én is, hát tanárok voltunk, vagy tanárok vagyunk. Hát sajnos Csaba már nincs közöttünk, de hát, hogy itt elkezdtem számolni, a 36. tanévemet kezdtem szeptemberben, úgyhogy van mögöttem jó pár esztendő tanári, oktatói tapasztalat, és akkor, amikor a közoktatásban tanítottam, ugye kezdtem én, bejártam valójában a teljes ranglétrát, hiszen kezdtem az általános iskolába, szakmunkásképzőben, gimnáziumba, és úgy kerültem aztán a főiskolára, majd az egyetemre. Tehát valójában megadatott az az óriási lehetőség, hogy éveken keresztül a történelemnek, legyen ez a magyar vagy az egyetemes történelem, a teljes vertikumát letaníthattam. És ezek olyan élmények voltak, különösen azokkal a fiatalokkal, akikkel együtt dolgozhattam, amik olyan tudást halmoztak fel gyakorlatilag a tanárban, az oktatóban is, amit azóta is csak kamatoztatni tudok. Egyetértek, ehhez kapcsolódik. Kásler Miklós azt mondta ezen az átadón, hogy Magyarország kizárólag Szent István államának értékeire támaszkodhat. Ezek jelenthetik az egyetlen biztos pontot a jövőben. De ez vonatkozik a teljes történelmünkre, mondom én. És amikor azt mondtad, hogy nagyon sok mindennel foglalkoztál. Ugye adódik a kérdés, hogy egy történész miként választ magának szakirányt. Ma már tudjuk, hogy irányosultság dönti el az életet, mármint a történészek számára is. Te pedig nagyon sok mindennel foglalkoztál. Igen, valójában jó adag szerencse, nyilván egy jó adag érdeklődés,
de leginkább azok a személyek, azok a tanáregyéniségek, akikkel az ember először találkozik a pályafutása során. Tehát amikor én a 80-as évek legelején elkerültem Szombathelyre, az akkori tanárképző főiskolára, ami az közben Berzsenyi Dániel tanárképző főiskola lett, most pedig az ELTE Szavária kara, én ott olyan kiváló tanáregyéniségekkel találkoztam, hogy valójában csak kapkodtam a fejemet, és minden érdekelt. Tehát érdekelt az ókor, mert akkor éppen Tóth István professzor tanította, érdekelt az Árpádkor, mert éppen Bakai professzor tanította, érdekelt a törökkor, mert Bariska professzor tanította, és a sort lehetne folytatni, és aztán mondhatnám az új és a legújabb kort, egy Varsányi István, egy Víg Kálmán, tehát olyan tanáregyéniségek, akik azt hiszem, hogy akik ott végeztek Szombathelyen a 80-as években, 90-es években, azok ezekre a tanárokra mind emlékeznek. És ugye mindenkinek megvolt a korszaka. Tehát valójában dúskált az ember abba, hogy válasszon, hogy mi legyen mégis az a terület. Nos, hát én így ragadtam le valójában eredetileg a 16. századnál, és én 16. századi vártörténettel kezdtem el foglalkozni, pont a Balaton és a Duna közti úgynevezett győri főkapitányság területének a várait vizsgáltam, különösen egy hosszú időszakban, amikor viszonylag békés időszak volt, ez a drinápolyi békétől a 15 éves háborúig, tehát a 16. század 60-as éveinek a végétől a 90-es évekig, és akkor épültek ki ezek a gyönyörű végvárak itt a Balaton felvidéken, a Bakonyalján, és egészen Győrig, ugye Győr volt a legfontosabb bázis, a főkapitányságnak a központja, olasz bástyákkal, a legmodernebb technikával. Na én ezt a korszakot szerettem, imádtam, vizsgáltam, én ebből írtam annak idén a szakdolgozatomat, meg is jelent ez aztán később egy kis füzetecskében, és hát azt gondoltam, hogy ez ennél a témánál ott is ragadok. De hát aztán véget értek a főiskolai évek, és jöttek a szürke hétköznapok, amikor el kellett kezdeni tanítani, és hát én nagy örömömre, ugye én veszprémi vagyok eredetileg, de hát nagy örömömre Székesfehérvárra kerültem, és így azt kell, hogy mondjam, hogy én 1985 óta itt élek ebben a városban, ezt a várost tartom igazán az alma máteremnek, azt a városnak tekintem, vagy annak a városnak, amelyhez gyakorlatilag mindenem köt, családomon keresztül is, feleségemen, barátaim mind ide kötnek. Mi a mozgatórugója egy történész számára annak, hogy témát váltson, hogy egy új szakirányt ismerjen meg? Mert nyilvánvaló, hogy a teljességre törekszik, tehát amikor a 15. 16. századról beszéltél, akkor elérted azt a szintet, amit szerettél volna ebből kihozni? Tehát ezért jött a váltás, vagy pedig egész egyszerűen csak mindig újabbat és újabbat szerettél volna megismerni, és tegyük hozzá, hogy megismertetni, hiszen ez az elsődleges. Igen. Hát valószínű mindegyik, de itt leginkább egy viszonylag egyszerű dolog okozta a váltást, hiszen amikor elkezdtem 1985 őszén Székesfehérváron tanítani, akkor viszonylag gyorsan szembesülni kellett azzal, hogy egy 16. századi korszakot Székesfehérváról nehéz kutatni. Bilányos. Tehát ahhoz napi szinten vagy valamilyen fővárosi kutatóintézetben kell dolgozni, vagy levéltárban kell szintén Budapesten. Nos, ez a tanári pálya mellett nem adatik meg. És akkor én azt gondoltam, pont ez a sok irányú érdeklődésem miatt, hogy elindítok Székesfehérváron egy olyan klubot, amely a történelem iránt érdeklődő fehérváriakat összehozza, vonzza, legalább havonta egyszer össze lehet járni, meg lehet ismerni kiválóbbnál kiválóbb szakembereket, vagy esetleg majd, ahogy haladt az idő, ugye mentünk a rendszerváltoztatás felé, olyan személyeket, akik mondjuk az 50-es években 1956 aktív szereplői voltak, de addig nem lehetett velük találkozni, és ezt én 10 éven keresztül vezettem ezt a História Klubot, és közel 100 előadást szerveztem le ezek alatt, az esztendők alatt, és tényleg kiválóbbnál kiválóbb emberek jöttek le. Ennek valamikor a kezdetben a Videóton Oktatási Központ könyvtára adott otthont, aztán később a Szabad Művelődés Házába kaptunk lehetőséget. De azt gondolom, hogy ez egy olyan pezsgő, színes életet vitt Székesfehérvár történetébe, és egyáltalán a polgári gondolkodáshoz rendkívül sok mindent
hozzátett, amire azóta is én nagyon büszke vagyok, úgyhogy gondolkodtam is, hogy valahogy egy kis kötetté kellene szerkeszteni ennek a 10 évnek az anyagát. Gelencsér Feri barátom fantasztikus fotókat készített, és olyan emberekről vannak képek, akik ma már nincsenek közöttünk, de akkor megszólaltak. Tudom én, mondjak egy Pongrácz Gergely például, vagy egy Kéri Kálmán, vagy egy Habsburgot, ők mind itt voltak, vagy egy Gosztonyi Péter, egy Kopácsi Sándor. Tehát amikor mondjuk 1986-ban hallgattam az Amerika hangját, ugye persze titokban, meg a Szabad Európa Rádiót, és hallottam egy Gosztonyi Pétert és egy Király Bélát beszélgetni mondjuk a müncheni stúdióban, nekem eszembe nem jutott, hogy én őket valaha vendégül látom, bemutatom, a lakásomra eljönnek, sőt, ugye Gosztonyi Péternek jó voltából kétszer voltam be ebben a Kelet-Európa Könyvtárban, ösztöndíjas is. Hát ezek olyan élmények, amik tényleg nem adatnak meg mindenkinek. Ennek tükrében mi volt a következő lépcső? A következő lépcső az a francia háborúk korszaka volt, és annak is olyan nemesi felkelések története. Hát ennek is van egy érdekes összefüggés, hogy én hogy találtam erre a témára. Bevallom őszintén, ha valamitől nagyon irtóztam téma, főiskolai egyetemi tanulmányaim során, de kezdetben még a tanítás során is, az pont a francia forradalom volt. Valahogy nem éreztem ezt a korszakot közel magamhoz. És jött ugye a 1989, ugye a győri csatának, az 1809-es győri csatának az évfordulója, és hát megint az említett Veresdé Csaba barátom mondta, hogy hát ő szerkeszt egy kötetet, és készül egy olyan konferencia, ahol bemutatnák az egyes vármegyék tevékenységét, hogy hát hogy is készültek fel a nemesi felkelésre, az inszurekcióba, milyen szerepet vállaltak, stb. És mondta, hogy Lacikám, hát itt Fehérvár, itt a megyei levéltár, menjél be, fantasztikus anyag van, csináld meg. Hát mondtam, hogy Csaba, nem csinálom meg, mert ez a dolog engem nagyon nem izgat. Hát addig-addig presszionált, amíg elvállaltam, és hát itt is hadd mondja a köszönetet például Erdős Ferenc igazgató úrnak, barátomnak, aki nagyon-nagyon sokat segített abba, hogy ebből a témából, ebből a Székesfehérvár, az 1809-es nemesi felkelés történetéből, ebből valójában kikerekedett az én nagy PhD dolgozatom, és ebből védtem én meg ennek a disszertációja. Aztán meg is jelent Csurgai Horváth József igazgató úrnak, köszönöm ezúton is, ahogy megjelentette a kötetet. És hát így aztán ez a francia háborúk történet, és azt gondolom, hogy talán szerepem volt abban, talán nem szerénytelenség mondom, hogy egy kicsit megváltozott az a kép, ami általában a köztudatban volt a nemesi felkelésről, és az a kép, amit Petőfi Sándor, ugye annak idejében elhíresült versébe, aminek megint megvolt az oka, hogy miért úgy, és miért azzal a tartalommal íródott, de ugye a magyar nemesség egy kicsit rehabilitálva lett, én azt gondolom, és a magyar nemesi társadalom részvétele a francia háborúk során és menetében rehabilitálva lett. Hát ebben sokan dolgoztunk, egy pici részem nekem is volt. Tehát tulajdonképpen innét már csak egy lépés, Trianon, az első világháború története, mert én azt gondolom, hogy a rendszerváltás után azért mindenki átgondolta az eddigi tevékenységét, és egyre kitartóbban kezdték el kutatni, hiszen volt mit. Igen, és ez már valójában a rendszerváltás pillanatában, vagy annak az időszakában, előszelében már érezhető volt, hogy az a téma, ami évtizedeken keresztül a szőnyeg alá volt söpörve, és valójában nem lehetett róla beszélni. Aki beszélt róla, aki felvetette, aki ezzel összefüggésbe felvetette esetleg a határon túli honfitársainknak az ügyét, a kérdését, az nyilván egyből megkapta azt a keresztet magára, hogy ő valójában éket akar verni a szocialista virág, a béketábor államai között, és valójában nem lehetett vele. Szőnyeg alá volt söpörve. Azért, bocsánat, ez óriási kihívás volt, hiszen 40 év telt el úgy, hogy a mi nagyszüleink, a nagyapám például első világháborús katona volt, nagyon titokban mesélt otthon, zárt körben természetesen az akkori élményeiről, és mi történt utána, és mi történt a szocializmus, az államszocializmus idején. Tehát ez óriási lépés egy történész számára is, hogy hiteles forrásból tájékozódjon, és hogy lehetősége nyíljon arra, hogy ezt aztán utána kibővítve elénk tárja.
Hát igen, és ebben azért voltak nagyon komoly úttörő munkák. Tehát azért Ormos Máriának vagy Raffay Ernőnek a munkássága itt a 80-as évek közepén és második felében elvitathatatlan. De elvitathatatlan azoknak a népi íróknak, költőknek, egy Jéhes Gyulának, egy Csurka Istvánnak, egy Csóri Sándornak, az, hogy egyáltalán a témát bevitte a köztudatba. És az, hogy 1989-90-ben hát az emberek egyszerűen éhesek voltak, szomjúhoztak arra, hogy ilyen témával találkozhassanak és erről beszélhessenek, és tényleg lehessen róla beszélni. Na most az, hogy én hogy kerültem ehhez a témához, talán már nyilván ez önmagában is adta le azt, hogy az ember foglalkozott Trianonnal, de az a szintű foglalkozás, amivel ma már hát első számú kutatási területemmé vált, az valójában egy 10-15 évvel ezelőtt kezdődött. Nevezetesen azzal, hogy felkértek egy előadás megtartására Szegeden, a Szegedi Egyetemen, és az volt a kérdés, hogy beszéljek arról, hogy kik is írták alá a trianoni békeszerződést. És akkor elkezdtem nézni, hogy hát kik is voltak ezek a személyek, és kiderült, hogy az égvilágon semmit nem tudunk róluk. Az égvilágon. Beleértve Aponyit is. Hát Aponyi Albert nem írta alá a békeszerződést, ugye kezdjük. Világos, de tehát de, az előzményekre igen, volna. De Aponyiról se nagyon volt valójában szó ebben az összefüggésekben. Tehát teljes csönd volt, teljes homály volt. Borzasztó tévhitek voltak arra, hogy hol írták alá például a békeszerződést. Volt, aki azt mondta, hogy a Kis Trianon kastélyba, volt, aki a Nagy Trianon kastélyba. Sose felejtem el, 1990-es népszabadság. Egyébként hadd mondjam, hogy 1990 előtt, ha fellapozzuk a napilapokat, és megnézzük a június 4-i számokat, hogy ott egyáltalán megemlékeztek, hogy egy mínuszos hír megjelente arról, mondjuk megjelente mondjuk 1970-ben, hogy 50 éve írták alá, vagy 80-ban. Nem. 1990-ben jelennek meg az első ilyen írások, és sose fejtem, a Népszabadságnak van egy nagyon érdekes írása, ahol az újságíró azt mondja, hogy hát ő járt ott, és megnézte, hogy hol volt a helyszín, és milyen hatást gyakorolt rá. És be volt vágva egy fotó, természetesen a Kis Trianon kastély volt bevágva, ugye? Tehát hát nem ott írták, hogy a Nagy Trianon kastélyba történt. Magyarán szóval az újságíró nem volt ott, csak csinált egy ügyes felütést. Na most, ugye, tehát ilyen és ilyen kérdések tömkelege vetődött fel, és én elkezdtem ezután menni, és az én szűkebb kutatási területen valójában annak a két személynek az élettörténete, a politikai munkássága, és természetesen az a közeg, az a politikai háttér, ahol ők tevékenykedtek. Ugye dr. Benárd Ágostról van szó, aki népjóléti és munkahogyi miniszter volt, és Drassel Lázár Alfred, aki rendkívüli követ és meghatalmazott miniszterként írja alá a trianoni békediktátumot. Ez a rendkívüli felelősség ezt kutatni, mondom én. Most, hogy azért 30 esztendő eltelt azóta, hogy nekifogtatok, és még mindig vannak homályos pontok, fehér foltok. Rendkívül sok fehér folt van. Rendkívül sok fehér folt van. Megkaptuk egyébként azt a vádat itt a 2020 elején, vagy még az előző esztendő, hogy minek itt a 100 évet múlt ez a történet, hiszen itt már mindenki minden tud, pontosan fel van tárva minden, hát nincs feltárva. Tehát nagyon-nagyon sok olyan fehér folt van és olyan kérdés van, különösen a nemzetközi összehasonlításokban emelném ki. Tehát, hogy például a francia nemzetgyűlés, a brit felsőház, a brit alsóház, hogyan viszonyult például ez az egész kérdéshez? Egyáltalán az osztrák-magyar monarchiának a felbontásának a kérdése. Milyen szerepe volt ebben mondjuk a cseh, a román, a szerb, a lengyel emigrációnak? Milyen szerepe volt az amerikai politikának? Milyen szerepe volt Wilsonnak azzal a bizonyos 14 ponttal? Ezt hogyan kellett értelmezni? Hogyan lehetett értelmezni? Egyáltalán az 1919 őszétől
1921. júliusáig tartó időszak Magyarország történetében egy iszonyatos válságidőszak. Hát ha csak végig gondoljunk, hogy 18 őszétől hány rendszerváltást élt meg ez az ország 1920-21-ig? Hány idegen katonai megszállást élt meg? Hány miniszterelnököt? Hány miniszterelnököt élt meg? Tehát ez egyáltalán az államforma kérdése, a békeszerződés, a békediktátum aláírásának vagy nem aláírásának a rendkívül polémiája. Az előbb említett aponyi békedelegációnak az elképzelése, aponyi beszéd, azt a híres 1920. január 16-i aponyi beszédet nem az, hogy újra ki kellene adni, egyrészt ki kellene újraadni, másrészt pedig egy kicsit, ugye ez 100 évvel ezelőtt hangzott el, visszafordítani egy kicsit mai magyarra, már bocsánat, hogy így fogalmazom, de ugyanígy egy mai angolra kellene kiadnunk. Egyébként most dolgozunk egy nagy Trianon munkán a Magyarság Kutató Intézetben, hogyha lehet ezt egy kicsit reklámozni, akkor elmondanám, hogy hát az osztrák-magyar monarchia nyelvein kiadunk egy Trianon rövid történetét. Tehát meg egy kötetbe be lesz szerkesztve szlovákul, csehül, románul, szerbül, ukránul, lengyelül, németül, stb. Tehát az horvátul, az szlovénul, az osztrák-magyar monarchia összes hivatalos nyelvén ott lesz a mi álláspontunk, hogy hogyan születik meg Trianon. És ennek lesz egy bővített változata, mert ezzel egyébként nagyon adós a magyar történettudomány, és egyáltalán a magyar tudománypolitika, hogy a mi magyarunk megírjuk magunknak, amit magunk el is olvasunk. De ezt a nagy világnyelveken mind ki kellene tenni az egyes könyvtárak és könyvesboltok polcaira. Tehát most elkészül egy Trianon története angolul, franciául és németül fog megjelenni, gyönyörű térképekkel illusztrálva. Tehát a téma és a kérdéskör kerüljön európai nézőpontba, és ne csak mi magyarok ismerjük meg ezt, hanem ismerje meg az érdeklődő nyugat. Igen, mert azt gondolom, hogy most jó úton járunk ebben az értelemben, tehát köszönhetően a Magyarság Kutatóintézetnek, illetve a Trianon Centenáriumi Emlékbizottságnak, hiszen Székesfehérváron is számtalan rendezvény volt, és ha aponyira gondolunk, akkor ugye két színház is olyan darabot tűzött műsorára, ahol az aponyi beszéd elhangzik, ugye Rátóti Zoltántól, illetve itt Székesfehérváron Trokán Péter előadásában is hallhattuk, és azt hiszem erre mindenki felkapta a fejét, és ez egy fontos pillanat. Mint ahogy fontos pillanat az is, hogy most vége ennek a beszélgetésnek, és nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél, és még egyszer gratulálunk, további jó munkát. Én azt gondolom, hogy ez az időszak további feltáratlan tényeket a részletekről fogunk megismerni, és ez fontos, azt hiszem, nem csak nekem, mindenkinek, aki egy kicsit figyel a múltunkra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb ugyanitt, viszontlátásra, minden jót mindnyájuknak.